Bros Péter, agrármérnök vagyok. 1993 júliusától másfél évet töltöttem az Egyesült Államokban, ismét Dick Ruby 6000 családos méhészetében az Ohio Egyetem segítségével. Dick Ruby üres kaptárakat szállít Texasba, ahová tavaly ősszel 3000 családot vitt telelésre. Az óriási rakományt kisebb teherautókra rakják át, így viszik ki a telephelyekre. Texas délkeleti részén a mexikói öböltől másfél óra járásra vagyunk. Március elején kezdődik az év egyik legnagyobb méhészeti munkája. A 3000 áttelelt családot 9000 családra szaporítják fel. Az enyhe texasi télben a folyamatosan etetett családoknak ekkora 6 keret fiasításuk van. Először a törzs családok ajdeszkáját tisztítják ki. A családok négyesével vannak egy raklapon, két-két család azonos kirepülési irányjal. A családokban először megkeressék az anyát. Az eredetileg 10 Langstroth keretet tartalmazó fiókban, ebben a méhészetben csak 9 keretet használnak. A méhészek be vannak öltözve, hiszen hosszú időt töltenek a méhekkel. Egy nap, napi 10 órát, egy héten 6 napot dolgoznak. Ott van az elkülönített fiasítás. Az új családokba egy keret táblás fiasítás kerül. Ide kétszer annyi méhet ráznak, mint amennyi ennek takarásához szükséges. Ennek a méh mennyiségnek a későbbiekben lesz nagy jelentősége. A fias keretet a film elején a kamionon láthatott kaptárakba teszik, amelyekbe az üres kereteken kívül egy virágporos, egy mézes keret és a vájusetető van. Méheket ráztak az egykeret fiasításhoz. Itt két keret fiasítást tesznek be, mert ezekben kisebb a fiasítás mennyisége, így a kettő tesz ki egy táblás fiasítást. Az itt látható kaptárok egyébként nem Dick Rubyé, hanem egy dél-dakotai méhészé, aki minden évben 3000 szaporulatot vásárol. Ezekből a szaporulatokból az eladás napjára 4-5 keret fiasításos új anyás kis családok lesznek. Érdekességként megemlítem, hogy egy ilyen család ára 25 dollár. Az itt látható szaporítás lényege, hogy a szétosztandó törzs családokat éjjel szállították erre a telephelyre, a rögtávolságtól távolabbi telephelyről. A márciusi hűvös reggeleken a méhek a tájol repülés csak 10-11 órakor kezdik meg, így kora reggeltől zavartalanul lehet szétosztani a családokat. Itt egy szétosztás előtti család, a népesség minden keretet takar. Az anyákat külön nem jelölik, itt egy olasz anya látható. Nyolc ember egy délelőtt 250-300 családot hoz szét. Lehet látni, hogy a méhek még nem repkednek. A dél-dakotai méhész a Dedent kereskedő cég által forgalmazott műanyag keretetetőt használja. Az úszót és a méhek közlekedését elősegítő rácsot már a méhész tette be. Maga a műanyag időtálló, az alakja azonban nem.
D-klubi funérból és fából saját maga készíti az etetőket. A szétosztás után telephely így néz ki. A szétosztás ideje alatt targonca segítségével mozgatják az üres, illetve a méhekkel teli raklapokat. Erre a telephelyre a méhek halmazos elrendezése jellemző, ami nagy mértékben csökkenti a méhek eltájolását. Ehhez azonban ilyen óriási szabad terület szükséges. Itt már lehet látni, hogy a méhek intenzívebben repülnek délutánban. Ez egy másik típusú szaporítás, a nap bármely szakában elvégezhető. A törzs család a telephelyen marad, az elvett fias kereteket rajládába rakják. A szállító ládát alul felül rostaszövet borítja. Egy ládába a bekerülés elkerülésére csak 8 fiasítást tesznek, és bőven ráznak hozzá méheket. A teherautóra a kézzel felpakolt ládákat táptartó lécek választják el egymástól, ezzel biztosítják a szükséges szellőzést. A táptartó lécek végeinek kialakítása megakadályozza a rakomány oldalirányú elmozdulását is. A fias kereteket tartalmazó rajládákat a törzs család röpkőzetétől távolabbi telephelyre szállítják. Itt az előre elkészített üres fiókokba rakják át a fias kereteket. A mexikói öböl közelsége miatt a levegő magas páratartalma jellemző, ami rendszerint köbszerű képződményben jelenik meg. Itt az üres fiókokat pakolják le, készítik elő. Berakják a kiálló szűkítőket. Itt is az előzőekhez hasonlóan egy keret fiasítás a rajta ülő méhekkel szolgál a fiasítás alapjául. Tehát a szaporítás március első két hetében zajlik le. A hőmérséklet rendkívül váltakozó, dolgoztunk 25 Celsius fokban, de 5 fokban is. Az USA-ban elterjedt műanyag műlépre kiépített keretet láthatunk, amelyet valószínűleg nem a fészek fölötti méztéri fiókban építettek ki a méhek, mivel az alsó része lefedetlen maradt. Mivel a szaporítás délelőtt történik, délután visszatérnek az előző napi szaporításhoz. Először az etetőberendezést készítik elő. A hideg, 60%-os higított kukoricaszirupot, motoros pumpa, hosszú, könnyen mozgatható tömlő és hosszú csőrű patagoló pisztoly segítségével jutatják ki a méhekhez. Szaporított kis családok kerés előtti anyabölcsőt kapnak. A bölcső eredete és kora biztos, hiszen a bölcsöket ebben a méhészetben állították elő. A bölcsök behelyezésénél fontos a gyors és sérülésmentes munka a megfázás kiküszöbölésére, különösen március elejé hűvösebb napokon. Ezért van szükség a szirup gyors kiadagolására, hiszen a bölcsöket a családokhoz már előzőleg
betették, melegen tartásához a családokat takarni kell. Hanem földdarabba jelölik azokat a családokat, ahová nem kell bölcsöt berakni, mert ezek az anyás törzs családok. Előfordul, hogy az előző napi szaporítás során, különösen a kora délutáni órákban már az eltájó családokat osztottunk szét. Ekkor természetszerűleg a szaporításhoz a miek egy része visszarepül. Ennek pótlására adnak jelzést a lépek kiemelésével. Bölcsöket mindig a fias lép felső részéhez helyezik el. A törzs családokból, miután megkeresték az anyát, méheket ráznak szaporított családok fiókjaiban. Kosár biztosítja. A bölcsök betétele egyszerű és gyors, hiszen a műanyag bölcsalapnak van egy pereme, ezt nyomják a lépbe. Azaz ikerládákat is felhasználnak a szaporításhoz. A 8-keretes fiók középen el van választva. A 2 4-keretes résznek egyen ellenkező irányban vannak a kiárói. Etető helyhiány miatt nincsen, mézes keretek pótolják szükséges táplálékot. A duplexekben történő szaporításnak 2 célja van. Elsősorban az, hogyha minden összejön, akkor a 2 új anyás összesen 6 fias keretes ládát Észak-Dakotába szállítják, ahol kaptárakba helyezve 2 a főhordásra vagy termelői fejlődő családot kapnak. Északon 1 raklapot a délről hozott 2 duplexből alakítanak ki. Így spórolni lehet a szállítással, nem kell olyan sok kaptár délre szállítani. Ha a duplex fele, egyik fele népesebb, mint a másik, akkor átfordítása felcserélik a kiárat, illetve méheket tesznek át a gyengébe. Műanyag bölcső alappal a kerés előtti anyabölcső. Ez az egyik legnagyobb duplexes telephely, 600 duplex látható az Erdei út mentén. 1200 termelő család lenne elméletileg. Hogy gyakorlatilag mennyi lesz, ez körülbelül 2-3 hét múlva derül ki, miután az utolsó szaporított családokba is bekerül a kerés előtti anyabölcső, ezután a legfontosabb a család nyugalmának biztosítása. A méhészek Észak-Dakotába visszamennek, és az időszerű méhészeti munkákat végzik el. Ez időtájt március végén Észak-Dakotában még hó és hideg van, itt Texasban azonban tavasz van. Hogy a 9500 darab szaporulat kiáró méhei ne unatkozzanak, bőven van mit látogatniuk. Például a bíborherem. Sötét bíbor színű virágtengerükkel szép látványt nyújtanak. Egyéves, áttelelő, lágyszára növény. Körülbelül 2 hétig virágzik. A méhek bőséges, sötét színű virágport hordanak róla.
látvány, a 10 méter magasra is felkúszó lila akác. Érdekes sajátossága egy cserjének, hogy a fehér akáctól vagy a sonkorótól eltérően fürtön belül virágai nagyrészt egyszerre nyílnak. Mészetileg nem olyan jelentős, esztétikailag azonban igen. Két hétig ad munkát a méheknek a bükköny. A bükkönylevelek tövén ülő pálha nektáriumaiban találhatják az édes nedvet, amelyet a méhek is begyűjtenek. Mint említettem, a legtöbb duplexet északra viszik, azonban néhány már itt kerül felhasználásra. Ez a duplexben való szaporítás másik célja. A már ellenőrzött telephelyeken duplexel pótolják a hiányzott családokat. Este felé kerülnek teherautóra a duplexek. Szállításánál már láttuk ezeket a tártartó léceket. A szállítmányt kötéllel rögzítik a teherautóra. Az ellenőrzés során, ahol nem sikerült az anya párzása, az árva méheket megmentik, besongatják a jó családokhoz. Az üres fiókokat a telephelyen hagyják, gondosan letakarva, nehogy rablást okozzon. Ezekbe az üres fiókokba rakják át a duplexből a családokat. Itt a duplex egyik felében nem sikerült a párzás. Másik feléből az anya keresése nélkül átrakják a kis családot. Ha a duplexben mindkét oldalon sikerült a párzás, akkor átrakás előtt megkeresik az anyát. Ezzel az eljárással Texasból minden raklapon 4 család indul majd Észak-Dakotába. Anyásítás anya bölcsővel a legbiztonságosabb módszerek egyike. Az elfogadásnál szinte alig van veszteség, ha 20-30 órán belül beadjuk a bölcsöket a szaporításhoz. Előfordul, hogy az előző napi szaporított mennyiséghez kevesebb bölcső állt rendelkezésre. Így néha, ami gyakran 1-200 volt, csak 48 óra múlva tudták berakni a bölcsőket. Ezek a kis családok annak ellenére, hogy próbáltak csak fedett fias kerettel szaporítani, maguk kezdtek el anyát nevelni. Így a vetett bölcsőt nem fogadták el. Az így nevel szükséganya termelésre alkalmatlan, ezeket eltávolították, helyükre zárkában párzott anyát tettek. Körülbelül 2-3 hétig tart a családok ellenőrzése, ennek folyamán 3 keret fiasításra egyenlítik a családokat. Az ellenőrzött és rendben tartott családokat etetőit sziruppal telítöltik, leszögelik a kaptártetőt és indulásra készen állnak Texasra. Némely telephely, mint például ez itt, kedvező fekvése és elhelyezkedése következtében túl nagy lesz a szaporítás során. Ezen a telephelyen például a szokásos 250-300 család helyett 1000 család található. Nem a legjobb megoldás, annak ellenére, hogy ezek nem termelő családok, csak egy hónapig vannak így együtt. Április végén indul az első szállítmány Észak-Dakotába. A szállítás során először a telephelyekről egy központi telephelyre viszik a családokat, kisebb teherautókkal, ahonnan majd nagyobb kamionnal viszik el a családokat északra. A rakodás teljesen gépesítve van, a motoros targonca könnyedén pakolja egymásra a raklapokat. A kijáró szűkítők ekkor kikerülnek a családoktól. Szabadon, nyitott kijáróval és külső takarás nélkül szállítják a méheket a központi telephelyre.
állandó füstöléssel nyugtatják a méheket, így a targonca vezetője arcvédőháló nélkül dolgozhat. Április végén, május elején már 20 Celsius fok körüli az esti hőmérséklet. A targoncát speciális utánfutóval szállítják. A méhészetben 4 darab méhek rakodására szolgáló tereptargonca van, ezen kívül 2 gázhajtású targonca segíti a pakolást a mézházban. Néhány szót, hová is mennek a méhek. Észak-Dakota észak-keleti részén található Milnor, a 600 lakosú kis falu. Itt van a méhészet központi telephelye, tavasztól őszig vannak csak itt a méhcsaládok. Milnortól 60 km sugarú körzetben helyezik el a méheket, telephelyenként 40 családdal. A központi telephelye itt most már lepakolják a méheket. A 3-4 emeletes egységeket egymáson hagyják, hiszen néhány nap múlva kamionra újra felpakolják ezeket. Először éjszakra a duplexek kerülnek, hiszen ezeknek a fejlődésük korlátozva van, nem úgy, mint a 9-keretes kaptáraké. Az indulás előtti meleg éjszakákon ventilátorral hűtik a rakományt. 2000 km a távolság Texasból Észak-Dakotába. Érdekességként mutatom, útközben tankolunk, 40 gallon, azaz 160 liter üzemanyagot vettünk, $34. Ez átszámolva 23 forint literenként. Ha nagy a forróság, akkor meg kell állni, vízzel megpermetezni a méheket. A párolgó víz hűti a családokat, csökkenti a veszteséget. Általában 2,5 napig tart a utazás, és napsütés helyett havas táj fogadja a méheket. Április 29-e van, sűrű pelyhekben hullik a hó. Észak-Dakota sík fekvéséből adódik, hogy a rendkívül szeles, kemény tél sokáig tartja magát, ezért a későn induló tavasz is hűvös, szeles, ami a méhészkedésnek nem igazán kedvez. Mivel a méhek 5-6 naponként folyamatosan érkeznek Texasból, az időjárás nem hátráltathatja a munkákat. Ekkor láttam igazán, hogy milyen sokat kibírnak a méhek. Hó borítja a határt Észak-Dakotában. A telephelyek hosszú évek óta állandó helyeken vannak különböző farmerek területén. Mivel rendkívül átázott a talaj, teherautóval a telephelyeket nem lehetett megközelíteni, így a járható utakról targonca segítségével hozták be a kaptárakat. Lehet akármilyen a talaj, a széleskerekű, összkerékhajtású targoncának nincs akadály. Egyszerre 20 mély családot szállít. Ekkor a családokban 4-5 keret fiasítás van, és remélhetőleg elegendő méh a fiasítás takarásához. Természetesen a méhek gyorsan reagáltak a külső hőmérséklet változására, és fürdbe húzottak. Májusban még elég sok hideg, kirepülésre alkalmatlan nap van. Így néz ki egy telephely, miután a targonca lerakta a családokat. Felkerülnek a kijáró szűkítők, a raklapok egymással ellentétes kirepülés irányjal lettek letéve. A fiókra írt 4-es jelzi, hogy ez a család 1994-ben törzs család volt, azaz
ennek az anyját a 95-ös szaporításkor majd lecserélik független addigi teljesítményéhez. A következő telephely szintén megközelíthetetlen volt telepautóval, hogy ne kelljen kétszer fordulni, egyszerre 40 családot visz be a targonca. Rendkívül nagy gyakorlat és ügyesség kell ehhez a munkához. Látható, hogy már nincs annyi hó, hiszen a telephelyek egymás közti távolsága jelentős. Az utánfutóra sem könnyű felvezetni a targoncát. A mély családok fültbe húzottak. A fült egészen kinyúlik a kijáróig, és teljesen lelóg az ajdeszkáig. Ez azt mutatja, hogy a családok kielégítően felfejlődtek. A méhek sokkal sárgábbak, mint a mi hazai típusunk. Ezt a szállítmányt másnap viszik ki a telephelyekre, annak ellenére hideg miatt nappal is szállítottak méheket. Miközben folyamatosan érkeznek Texasból a méhek, itt északon megkezdődik a munka. A két nagy zöld tartályban szirup van. Az egyik 240, a másik 160 hektoliteres. Itt reggel mutatja a méhész, hogy a legfontosabb az élelem és a víz, ami szükséges az egész napi kemény munkához. 6 Celsius fokot mutat a külső hőmérséklet. Miután feltöltötték a sziruppal a kis teherautón lévő tartályt, kimentek a telephelyekre. A tavaszi átvizsgálás célja elsősorban az, hogy megvizsgálják, minden családban van-e anya. Ez nem feltétlenül az anya megkeresésére irányul. Itt a méhek bezugoltak, hiszen az eredetileg 10 keretes fiókban csak 9 keret van, és tavasszal, hogy a méhek jobban védjék a fiasítást a hideg elől, összetolták a kereteket. Hogyha minden rendben van a méh családdal, megvan az anya, betézik, akkor a családokat 5 keret fiasításon hagyták. Amelyik családban ennél több fiasítás volt, onnan elvettek, amelyikben kevesebb, odaraktak. Ennél a családnál például középről hiányzik egy keret, ami azt jelenti, hogy egy fiasítás majd be kell rakni. 2-3 méhész dolgozik, akik végzik a szakmunkát, a háttérben látható a kiszolgáló személyzet. Raklapokat újra kitisztítják. Itt plusz fiasítás volt, 2 kerettel. Ezt a kisegítő személyzet elviszi a teherautó hátulján lévő rajládába. Ezeket a fiasításokat majd egy másik telephelyen fogjuk felhasználni. A teherautón mindennek megvan a helye. Ezekben a fiókokban üres keretek, mézzel teli keretek, illetve virágporos keretek vannak. Amelyik családból 2 fias keretet kivettek, oda bekerül valószínű egy petézésre alkalmas üres szép keret, illetve a szélére egy mézes keret. Ezután eligazítják a kereteket. A méhek nehogy szugoljanak a továbbiakban is. Mivel a családok tavasszal igen intenzíven fejlődnek, ezért
minden családnak az etetőjét teletöltik majd sziruppal. A viaszt ládába kaparják. Látható, hogy a 6-10 fok ellenére repkednek a méhek. Látható, a méhész a kép bal oldalán dolgozik, a kiszolgáló személy pedig a jobb oldalon. Miután ellenőrizte a méhész a családot, még arra sem vette a fáradtságot, hogy eligazítsa a kereteket, ezzel is munkaidő spórol meg. A munka gyorsítása és folyamatossága céljából jelrendszert dolgoztak ki, amely tájékoztatja a kiszolgáló szemét. Itt például a szirup mennyiségéről van szó, ezt 3/4 kell tenni, ide nem kell semmit tenni, ide nem kell semmit tenni. Ez annak a jele volt, hogy teli kell tenni. Ez annak a jele, hogy középre 2 keret fiasítás kell, illetve új anya. Dick Ruby cégtáblája Milnorban, a telephelyen található. Május 2. harmadában érkezik az utolsó szállítmány Texasból. A hatalmas kamionon 968 méhcsalád van. A méhcsaládok a kiáró nyílásai teljesen nyitva vannak, a kiáró nyílásai. Az egész szállítvány egy hatalmas hálóval le van takarva. A méhek a hálón belül szabadon mozoghatnak, ki azonban nem tudnak jönni. A hideg és az állandó rázkódás benn is tartja a méheket. A szállítmányt 1-1,5 óra alatt pakolják le. Mint említettem, Észak-Dakotában rendkívül szeles és hűvös a tavasz. Itt például annak ellenére, hogy a fiokokra köveket tettek, a szél lefújta a tetőket. Sokszor napokig ilyen állapotban vannak a méhcsaládok, legtöbbször semmi bajuk sem történik. Itt egy kettős telephelyet láthatunk, itt az eredeti telephely a 40 méhcsaláddal, mellette itt, ahol a kocsi áll, még 40 család található. Ezt kora tavasszal csinálják, hiszen a határban rendkívül hidegszeles az időjárás, a méheket nem lenne értelme kitenni. Ilyen kettős telephelyekről csak közvetlen a virágzás megindulása előtt viszik ki a méheket. Május végén, június elején tovább folytatódik a családok tavaszi ellenőrzése. Ekkor azonban már nem a Texasból érkező méheket, hanem a Kaliforniából érkezett méheket vizsgálják. Dick Ruby ugyanis minden ősszel 2500-3000 családot kölcsönbe ad Kaliforniába. A kaliforniai méhészek megporzásra használják fel a méheket. A tavaszi Kaliforniában a méhek mandula, szilva, illetve avokádó megporzásában vesznek részt. Mindkét félnek előnyös ez a konstrukció, hiszen a kaliforniak megporzási díjból jövedelemre tesznek szert, Dick Ruby pedig megsporolja a teleltetési költségeket. A bizalmon alapuló üzlet alapfeltétele, hogy mindkét fél erős családokat adjon át. Látható, hogy 94-ben sikeres volt ez az üzlet Dick Ruby számára. A kaliforniai méhészek bomberős családokat adtak vissza. Ezekből a családokból általában fiasítást vettünk el, akár 2-3 kerettel is, hiszen Amerikának erre a vidékére jellemző, hogy főhordás előtt a családokat elvesznek fiasítást, hiszen július-augusztusban van a főhordás.
Mandula magokat láthatunk a raklap alján, hiszen mandula meghozásban is részt vettek a méhek. Az állandó napi görnyedés segíti, hogyha a méhész raklap tisztításának ideje alatt ráül a kaptárra. A méhészkedés tulajdonképpeni célja a méztermelés és ennek lehető fokozása. Ettől a céltól nem távolodunk el, ha a népesebb családokat gyengítik, hiszen a főhordás még messze van. Ők is tudják, hogy csak a legnépesebb családoktól várhatnak majd biztos vészhozamot. A kis teherautó végén vannak rajládákban az elvett fiasítások. Igyekeznek mindig egy telephelyre, egy másik telephelyről származó fiasítást felhasználni, hiszen így a méhek nem repülnek vissza. Itt erősíteni kell a családokat fiasítással. Láttuk, milyen gyönyörű fias keretet tesznek át. A méheket pedig, hogy az anyát ne öljék le, lerázták a kaptár elé. Megállapodás kötelezi a kaliforniai méhészeken, hogy évente a családok egy bizonyos százalékában meg kell újítaniuk az anyát. Beütötték a többi méhet is a rajládából, a méhek sokban vonulnak be a kaptárba. Így nagyobb a valószínűsége, hogy nem ölik meg az anyát. Kaliforniai méhek a lépen. Itt láthatunk egy műanyag anyazárkát, amivel anyásítanak. Itt pedig egy 94-es zöldre festett kaliforniai anya. Nézzük, mi történik két héttel a családok tavaszi ellenőrzése után. Az időjárástól és a családok állapotától függően általában júliusban kerülnek fel az első méztéri fiókok. E méhészetben a fészek kereteivel megegyező nagyságú kereteket használnak a méztérben. Tapasztalataim szerint a legtöbb méhészetben azonban fél langstroff nagyságú fiókokat használnak a méztérben. A fiókokat télen két hatalmas, összesen 2000 négyzetméter alapterületű mészházban tárolják raklapokon. Így gyors és egyszerű a raklapok felpakolása a teherautókra. Minden raklapra tesznek hanemarrácsot is. Biztonságból a szirupot is magukkal viszik. Azokon a telephelyeken, ahol nem indult be semmiféle virágzás, adnak szirupot. Mielőtt felkerülnek az első méztéri fiókok, a családokat újra és egyben utoljára egységesítik. Megnézik a fiók felfordításával, milyen erősek a családok. Nem kell ehhez kaptárt nyitni. Megállapodás kérdése, hogy mit tesznek a családokra. Ekkor a gyenge családokra füvet tesznek, az erősebb családokra földarabot. Ez látható, hogy viszonylag gyenge család, felkerül a fűcsomó. Ez a család közepes, azaz átlagos, ehhez nem nyúlnak. Ez is egy átlagos család. Ott már a kijárón lehetett látni, ez a család erőssége majd megfelelő lesz. Itt is egy átlagos család van. Ez a család viszont már átlagon felüli. Erre majd egy földarabot tesznek.
Ezt a munkát a telephely két oldalán egy-egy méhész végzi. Közben a kiszolgáló személy pakolja le a méztérítőkokat a kamionról, illetve kiosztja a hanemarrácsokat. Ez a család is gyenge, fűcsomó kerül fel. Miután átvizsgálták a telephelyet, felcserélik az erős, illetve a gyenge családokat. Így átröpítéssel próbálják egységessé tenni őket. Mielőtt a kaptárakat elveszik a raklapról, bal oldalt ezt lehet látni, pillantást vetnek a raklap aljára, nehogy ott maradjon az anya. Az esetleges gyengébb családokra is felkerül a méztéri fiók, hiszen a telephelyek óriási területen helyezkednek el, nincs idő később visszajönni az elmaradottan családok miatt. Ezért rendkívül fontos, hogy az állomány, de azon belül is egy telephely egységes mélycsaládokkal rendelkezzen. A 150 telephelyről nyilvántartást tartanak, ezen 40 családot, azaz egy telephelyet minősítenek, kezelnek úgy, mint mi itthon egy családot. Mutatják be. Az első méztéri fiókot tudatosan alakítják ki, sötét színű lépeket, világos színű lépekkel váltakozva fordulnak elő. Állítólag a sötét színű lépek nagyban elősegítik a családok, hogy a családok hamarabb elfoglalják a méztéri fiókot. Miután kinyitották a családot, látható zugolásból, hogy beindult a természetes hordás is. Kikerül a keretetető, leütötték a mélyeket, hogy az anya nehogy benne legyen, utána egyetlen keret kiemelésével meggyőződnek, hogy az anya normálisan petézik-e. Ezután egy petézésre alkalmas keretet tesznek a fészekbe. Felkerül az anyarács, teljes fiók alapterülettel rendelkező keretbe foglalt anyarácson könnyű és gyors felhelyezni. Elsőként azokra a telephelyekre teszik fel a méztéri fiókokat, ahol korán intenzív hordás várható. Megnagyobbítják a kijárónyílást, egy telephelyen igen gyorsan végeznek, a teherautóra 500 fiók fér fel, ez körülbelül 10 telephelyre elegendő, ennyit végez el 3 munkás egy nap alatt. Itt egy másik telephely látható. Figyeljük meg, hogy a raklapon, ez előbb láthattuk ott, már két család hiányzik. Ezek a tavaszi átvizsgáláskor már kiestek a termelésből. Ott is hiányzik egy család. Ezeket nem is fogják most már pótolni. A fiókokat mindig a rövidebb oldalára állítják le, így a keretek nem mozdulnak el, nem csúsznak össze, viszont kosz sem vesz fel földről, mivel az anyarács nem a keretekre, hanem a fiók szélére fekszik fel. A méztéri fiókot tulajdonképpen az anyarácsra teszik rá. Így a fészek és a mézkamra közötti teret középen ketté választja az anyarács. Ezt a hordás beindulásával a méhek zugolják. Ez semmi kellemetlenséggel sem jár a hordás folyamán. Csak mikor nyár végére eltávolítják a rácsot, kicsit nehéz felszakítani. A rajta lévő viaszt
ősszel lefőzik és gőzborotvával lemossák. Ezért, látható, az anyarácsok gyönyörűen néznek ki, mintha újak lennének. Így néz ki egy telephely, mielőtt felrakják az első mésztéri fiókokat. Így néz ki a munka elvégeztével. E munkaműveletet a pusztai kutyatej virágzásának elindulásával egy időben végzik. Az évelő, alacsony szárú pusztai kutyatej kiváló mézelő. Nektármirigyei szabad szemmel is láthatóak. A kaptárak napi súlygyarapodása kedvező esetben 8-9 kg-ot is elérheti. Ez a hordás azonban csak 4-5 évenként egyszer szokott megismétlődni. Méze sötét színű, kesernyi és ízű. Másik fontos, korai mélegelő a fejérhere. Hatalmas legelőkön tenyészi, hiszen a taposást, rágást egyaránt jól tűri. Virágzásakor erős mézillatot áraszt, ezért a méhek szívesen látogatják. A méhek a magház alatti nektáriumban termelődő nektárhoz könnyen hozzáférnek. Itt egy hatalmas szállítmányt látható, Dick Ruby fuvaroz méheket Ohio államból, Montana államba sonkorró virágzásra. Ezek tehát nem az ő méhei, ő csak bérfuvarozást végez. Érdekességként mutatom ezt a képet, hiszen eddig csak olyan szállítmányt láthatunk, ahol a családok egy fiókon vannak. Itt azonban már 2, esetleg 3 méztéri fiók is fenn van a családokon. A fiókokat egymáshoz hatalmas úszöggel rögzítik. Az úszöget két ellentétes sarokba verik be. Ohio államból Montana államba 2000 km távolságra szállítják a méheket sonkoróra. A kamionon 384 mély család volt. Miután feltették az első méztéri fiókot, körülbelül 10-14 nap elteltével helyezik fel a másodikat. Az etetőt kiveszik a családokból, és beviszik a központi telephelyre. Erre azért kerül sor, mivel az etető csak hátráltatná mézelvételkor a munkákat. A leűzőszer hatására a méhek belemennek az etetőbe, és onnan kijönni nem tudtak. Így a méhésznek kell kirázni őket, ami időt vesz igénybe, és a rázás, ütögetés közben könnyen megsérül az etető. Az első méztéri fiók felrakásakor szállítási nehézségek miatt nem vették ki az etetőt. A pusztai kutyatejről szépen teli hordták a kereteket a méhek. Itt már elkéstek a kaptár bővítésével. Ilyen esetben a család rajzóhajlama fokozódott, a gyűjtési szorgalom pedig csökkent. Ekkor a többlet munkával járó, de szükséges módot választják, közvetlen a fészek fölé helyezik az üres fiókot. Itt a család felfordításával ellenőrzik, hogy esetleg találnak-e rajbölcsőket. Ha találnak alul rajbölcsőket, azokat lerombolják. Keretet soha nem emelnek ki, hiszen erre nincsen idő. Ha találnak rajbölcsőt, kirágott rajbölcsőt, akkor a családokat békén hagyják, hiszen az már elrajzott. Tehát az üres méztéri fiókot a kiépített keretekkel közvetlenül a fészek fölé helyezik. Mivel a pusztai kutyatej sötét színű, ezért a fiókra ráírnak egy D betűt. Ezeket a fiókokat majd külön fogják pörgetni. Családokra felkerültek az úgynevezett szellőző rácsok is.
Itt is már korábban kellett volna felhelyezni a második méztéri fiókot. Az nem meglepő, hogy gyakran elkésnek az időszeri munkákkal, hiszen a nagyüzemi méhészetekre ez jellemző. A családok nagy száma miatt nem minden családnál sikerül időben elvégezni a szükséges munkálatokat. Itt is csodálatosan lefedett pusztai kutyateljes keretet láthattuk. Ebből ered különben az a mondás is, hogy minél nagyobb méhállománnyal dolgozunk, annál kevesebb az egy családra jutó méztermés átlag. Említettem és láthattuk, hogy a méh családokra felkerülnek az úgynevezett szellőző rácsok. Ezek segítségével a nektárból származó nedves levegő gyorsabban távozik a kaptárból. Itt sem találtak rajbőrcsőket. Ezekben a méztéri fiókokban csak mézeltetésre használt világos színű lépek vannak. Az első méztéri fiók kivételével, ahol 3-4 darab sötét színű lép is van. Ismét előre haladunk az időben. Július 6-a volt. Minden családon már fenn van 2 méztéri fiók. Ekkor már nem csak a pusztai kutyatej virágzik, sőt, az már legtöbb helyen el is virágzott, hanem megkezdődik a főhordás. Nyílik a sárga virágú sonkorról. Motoros fűnyírót később majd láthatjuk működés közben, levették a teherautóról. Itt látható, hogy az egész völgyben virágzik a sárga virágú sonkorról. Erre a telephelyre most kerülnek fel a szellőző rácsok. Tapasztalatból tudja Dick Rubin, mielőtt nem használta ezeket a szellőző rácsokat, gyakorta volt problémája a méz magas víztartalmával. Családokból kikerülnek a kiáró szőkítők. Teljes kiáró nyílással dolgoznak ezután a családok. A kiáró szőkítőket a telephelyen hagyják, ezeket majd jövő tavasszal fogják újra felhasználni. A családok rendkívül megerősödtek. Az, hogy kell-e újabb méztéri fiók, nem a keret kiemelésével, hanem az egész fiók megemelésével ellenőrzik. Akkor tesznek fel újabb méztéri fiókot, hogyha fél fióknál kevesebb üres hely áll a család rendelkezésére. Ide majd tesznek fel fiókot, a keret egyik fele már le volt fedve, ezt pedig majd most kezdik a méhek. A második méztéri fiókban általában pusztai kutyatejből, fehérheréből, sonkóróból vegyesen hordanak be a méhek. Jobb oldalt lent lehet is látni a D betű mellett egy mínusz jellel. Ez azt jelzi, hogy itt nem teljesen sötét színű méz van. Itt az Egyesült Államokban ugyanis nem különítik el a mézet fajtánként, itt csak szín szerint különítik el. Annál értékesebb a méz, minél világosabb színű. Az új méztéri fiókot egyszerűen csak rádobják a kaptára. Eligazítják a kereteket, hiszen a gépi fedelezéskor rendkívül fontos, hogy ne legyenek zugépítmények.
Ha a szellőző rácsok mentén beázik a kaptár eső esetén, nem baj, hiszen a kaptárakon 1 cm átmérőjű luk van. Ott majd kifolyik a víz. Így néz ki egy telephely, miután a családok már 4 fiók magasságában vannak. Láthattuk, hogy mielőtt feltették a fiókokat, mindegyik család 2 méztéri fiókkal bírt, most már vannak különbségek a családok közt. Ez Milnortól, ez a telephely Milnortól körülbelül 2-2,5 óra járásra van, innen kezd dimbes-dombossá válni a környék. Tavasszal, miután lepakolták a mély telephelyeket, mindig állandó telephelyekre rakják, ahol gyomirtóval irtották a kaptárak körül az öldet. A belógó füvet azonban motoros fűnyíróval vágják le. Így néz ki a telephely, miután szépen levágták körülötte a füvet. Miután van hordás, a teherautón lévő fiókokat nem kell takarni, a méhek nem kutatnak. Itt a méhészkedést hihetetlenül leegyszerűsíti a hazaihoz képest későn kezdődő, de hosszan tartó, hatalmas területeket elfoglaló mélegelő. Ezért érdemes, sőt ez a mélegelő megköveteli, hogy néhány szót szóljak róla. Ami nálunk az akác, az itt a lucerna, a sárga virágú somkoró és a fehér virágú somkoró. A hatalmas végtelen területeken a mezőgazdasági túltermelés lehetővé teszi, hogy a gyengébb minőségű, eróziónak kitett területeket parlagon hagyják. Előzőleg azonban lucernát, somkorot vettek a területre, hiszen ezek talajjavító hatásúak. Lengyel Géza már 1943-ban a következőket írja. Az Egyesült Államokban a somkorót a herefélék vetés területének 45%-án termesztik. Kitűnő talajjavító, s így nálunk homoktalajainkon első rangú jelentőségű lehetne. A legjobb mézelők közé tartozik az Egyesült Államokban, a mélegelőnek egyik fontos tagja. Ott sok helyen ugyanazt a szerepet játsza, mint nálunk az akác. A somkorónak a homokon gazdálkodók és a méhészek szempontjából nagy a jelentősége, és ezért kívánatos volna, hogy a gazdaközönség körében a méhészek is terjesszék. Őrösi Pál Zoltán pedig ezt írja. A somkoró gyenge homokon, szárazságban is mézel. A nagy alföldön a mélegelő javítására az akácon kívül legfontosabb növényünk. A visszaszoruló tarlóvirág helyett valamikor fontos lesz. A somkoró 1-3 méter magasra nő meg. Egy fürt virágzatában 60-80 virág található. Virágzatában nem egyszerre nyílnak a virágok, és a növényen a virágzatok sem egyszerre nyílnak. Ez a magyarázata annak, hogy 2 hónapon keresztül virágzik. Növekedése vízigényes, virágzásakor azonban szárazságot jól tűri. Nagy tűrő és alkalmazkodó képességét mutatja, hogy utazásaim során szinte mindenhol találkoztam vele. A holdbéli tájra emlékeztető Badlands Nemzeti Parkban a somkoró kumarin illatát mindenhol lehetett érezni a levegőben. Ez a Nemzeti Park egyébként Dél-Dakotában található. A fehér virágunál korábban virágzó sárga somkorró egy hosszan kialakított táblán virágzott Wyoming államban a csodálatos geológiai képződmény az ördögtorony szomszédságában.
sonkorom méze világos, víztiszta, jellegzetes ízű, a növény kumarin tartalma miatt. Elég hamar kristályosodik. A Missouri folyón épített erőmű környékén is sárgálott a táj. Dick Ruby szomorúan áll egy pohánka tábla közepén. Takarmánynak és magnak termesztik a farmerek a rövid tenyészidejű növényt. Remek mézelő, sötétbarna, bőrszagú, kozmás utóízű méze azonban csak gondot okoz a méhésznek, hiszen a kaptárba kerülve nagyban lerontja a somkorró mézét. Érdekes, hogy a korábban virágzó somkorróra szokott méhek sokszor nem is látogatják a pohánka táblát annak ellenére, hogy egy hónapon keresztül virágzik. A méhek virághűsége tehát jól jön Dick Rubynak. A somkorró után a második legfontosabb mélegelő a napraforgó, különösen az elmúlt 10 évben növekedett meg vetésterülete. Augusztusban virágzik. A farmerek hatalmas területeken gazdálkodnak, így a betakarítási csúcs elkerülésére különböző tenyészidejű fajtákat vetnek, például itt is a teljes virágzásban lévő táblával szemben még csak bimbos az állomány. Sajnos itt a virágzás ideje alatt ti permetezést a törvény nem tiltja. Így repülőgépről kiszórt vegyszerek sajnos nem még kimérő típusúak, ezért a permetezést végző farmerek kötelesek bejelenteni a vegyszerezés idejét és helyét. A kaptárakat rostaszövettel zárják be a nap bármely szakában. A korábban felhelyezett szellőzőrácsok már fenn vannak, a méhek levegőztetése megoldott. A méhek akár egy-két napig is lezárt állapotban vannak. Füzetben vezetik, hogy melyik telephely mikor lett bezárva, illetve kinyitva. Itt készítik rostaszövetből a permetezés alatti kiárózárok. A munkaasztalon a kiárónyílást elkészítették egy sablonnal. Ez segít a megfelelő méretű drótháló kiszabásához. Tökéletesen zár a drótháló, hiszen önmagát feszíti be a kiáróba. Júniusban, júliusban, augusztusban a méhészek folyamatosan rakosgatják fel a fiókokat a kaptárakra. Eközben Milnorban is dolgoznak, nem csak a telephelyeken. Az ohiói méhek szállításakor említettem, hogy Dick Ruby több lábon áll a gazdaságban. Itt például egyszer használt hordókat vásárol élelmiszergyártó cégektől, amit reggel 6-tól este 9-ig szüridős diákokkal mosat ki. Évente 10-12 ezer hordót ad el. A hordókat nagy nyomású gőzborotvával mossák ki. Júliusban megkezdődnek a pörgetés előkészületei is. Ki, illetve lemossák a két hatalmas tartályt. Fertőtlenítőszer tesznek a gőzborotva tartályába, és ezzel mindent lemosnak, hiszen hamarosan élelmiszerrel fognak dolgozni. A pergető helységben összeszerelik, előkészítik a gépeket. A fedelező gép egyik legfontosabb alkatrészét, a tengelyen lévő láncokat láthatjuk. Ezek a láncok nem éles, hegyes végűek, ellenkezőleg tompítottak. Nagy sebességükkel érik el a megfelelő hatást. Ezek szakítják fel a viaszt a lefedett sejtekről.
szétszedett fedelezőgép. A fedelezőgép egyszerű, praktikus találmány, meghibásodása nem hajlamos, munka teljesítménye bármelyikünknél jobb. A mézes lép mindkét oldalán egy időben nyitja fel a sejteket, a nagy sebességgel forgó lánc. A tompa vég miatt nem sérti meg az ember kezét sem. Tarakokban van még a méz biasz elkülönítő centrifuga is. Az előtérben látható a kiemelt dob, ebbe folyik a méz. A centrifugális erő hatására falára tapad a méz a benne lévő biasszal. A méz a dob alján elhelyezkedő kis nyílásokon eltávozik, a viasz azonban nem. A fokozatosan növő viasz mennyiségét a dob belső falán a forgó kés távolítja el. A levágott viasz egyszerűen a földre esik. A viaszon átszűrődött tiszta méz alul elfolyik. Működés közben később majd láthatjuk. Kijavítják az előző évben elhasználódott leűző feltéteket. A teljes fiók alapterülettel rendelkező leűző feltét felújítása rendkívül fontos, hiszen hamarosan beindul a mézelvétel, két és fél hónapon keresztül fog tartani. A feltét rendkívül egyszerű, kifeszített nejlon alá netszívó anyagot raknak. Ezt itatják majd át mély levűzőszerrel. Arra a kérdésemre, hogy miért a napsugarait visszaverő fehér színt választották, azt a választ kaptam, hogy ezt lehetett kapni. Mivel Amerikában voltam, ez elég hihetetlenül hangzott. A viasz és a propoliszt kaparják le, azokról a raklapokról, amelyekre majd a mézes fiókokat fogják pakolni. ...1993 nyara rendkívül csapadékos volt. Annak idején azai híradások is beszámoltak az amerikai árvizekről. Itt Észak-Dakotában a szántóföldek tengerré változtak. Farmerek szomorkodtak, hogy nem rizst vetettek. A méhészetben a gyors beavatkozásnak köszönhetően csak 3 telephely, azaz 120 méh család pusztult el, vízbe fulladtak. Későn érkeztek oda a méhészek, akik a vízben álló telephelyekről kiszedték az anyarácsot és a felső szellőző rácsot a családoktól. Így az átmenetileg felső kiárós családok csak a fiasításokat vesztették el, mivel a fészek keretei vízben álltak. Itt a családokat, miután felső kiárósra alakították, egy magasabban fekvő pontra helyezik át. Látható, hogy a víz a fészekfiakok kétharmadáig ért fel. Ekkor is remek segédeszköz a négykerekű targonca. Targonta különlegessége, hogy felülről leszorítja a rakományt. Ezek a családok 6-os raklapon vannak. Nem nagyon szeretik a mészek, hiszen nehéz a középső családhoz hozzáférni. Ez is egy eróziónak kitett belvizes terület,
amelyet állami támogatással, lucernával, sonkóróval vetettek be. A mézelvétel, illetve a pergetés július végén, augusztus elején kezdődik. A kezdés pontos időpontja attól függ, hogy mikor fogynak ki a méztéri fiókok a raktárból. Javában hordanak a méhek sonkoróról, napraforgóról, fontos, hogy minden családon legyen üres méztéri fiók. Két teherautó összesen 6 emberrel jár ki mézet elvenni. Egy családról az összes méztéri fiókot elveszik. Mivel a főhordás még tart, két üres méztéri fiókot hagynak a családokon. Mindig ellenőrzik, hogy a legfelső fiókban érett legyen a méz. Keretet sohasem vesznek ki, mindig a fiók megemelésével a súly alapján ítélik meg a méz érettségét. Itt a keretet csak a mi kedvünkért emelik ki. A lefedett sejtekből a nagy meleg ellenére alig akar folyni a sűrű, víztiszta sonkoróméz. Ha a fiók súlyában úgy ítélik meg, hogy kevesebb, mint félig van, akkor a családokra majd visszateszik, egyelőre nem veszik el, nem viszik be a pörgetőhelyiségbe. Ez a család már 4 méztéri fiókot hordott teli mézzel. Az itt használt méhfajtára jellemző, hogy az anyát nem szorítja ki a fészekből, a mézet csak a fészek fölé raktározza. Így a fészekben, a virágporos kereten vagy kereteken kívül 7-8 keret fiasítás van. Az első méztéri fiók felrakása után 3-3 és fél hónapig fészket nem bolygatják. A teherautón molnárkocsi segítségével mozgatják az üres fiókokat, hiszen, mint említettem, mézelvétel után 2 üres fiók visszakerül majd a családokra. Különösen reggel, hűvös reggeleken kicsit várni kell, amíg a méhleűző feltét hatni kezd. A minden nap használt leűző feltétekre csak reggel naponta egyszer tesznek mély leűzőszert. A mézelvétel a legnehezebb munka a méhészetben, különösen az ilyen nagykeretű fiókok esetében. A fiókok átlagos súlya 35 kg. A langstroth méretű fiókokból meleg napos idő esetén remekül leűzi a méheket a méhleűző. A fiókokat a kocsi hátulján elhelyezett emelőszerkezetre hordják. Egy emberre
8-9 feltét jut, folyamatosan tud dolgozni. Folyamatosan kell is dolgozni, hiszen ha a kelleténél hosszabb időre hagyják fenn a leűző feltéteket, ahogy itt mondják, a méhek berúgnak, kábultak lesznek, és nem hagyják el a fiókot. Figyeljük meg, hogy a méhész ruhára még egy kötényt is felvettek a méhészek, hiszen itt a zugépítményekből mindenhonnan folyik a méhész. Ellenőrizték a méhész színét az alsó fiókokban. Mint említettem, itt szín szerint különítik el a méhészet. Az emelőszerkezetre 6 emelet magasságba rakják fel a fiókokat. Ezek a méztéri fiókok 20-25 évesek, jól bírják az igénybevételt. Itt már befejezték a mézelvételt, 2 üres fiókot tesztek vissza a családokra. A leűzőszertől a családok egy része kivonult a kaptárból. Itt már napközben történik a méz elvétele. A hordásból érkező méhek zavartan röpködnek a levegőben, nem tudnak visszamenni a kaptárba. Hallgassuk a méhész fülnek oly kedves munkazajt, a méhek zümbögését. I hope the other one is even a little bit better. Itt már egy másik méhleűző feltétet használnak. Ezt akkor használják, hogyha az időjárás borús, hűvös, esős. Ugyanis ilyen időben is dolgozni kell, a pörgetés nem állhat le. Heti 6 nap, napi 10 órában dolgoznak. Ha esetleg mély marad a fiókban, egyszerűen kaptárszolgával kipiszkálják, lerázzák. Itt a méhek életénél többet ér a gyors munka. Ez a méhleűző feltét a levegő mozgását használja ki. Fél langstroh fiókból készítették el ezeket a leűzőket. Ezen a telephelyen mind a két leűzőt használják. Mivel az időjárás hátráltatta a leűző párolgását, a méhek ne tudják kiszellőztetni, a kaptártetőket a kiáron nyílások elé tették, így fokozták a méhleűzőszer hatását. Így néz ki ez a módosított leűző. Egyszerű zsákszövetet feszítettek ki, erre locsolják rá a méhleűzőszert. A tetőn kiképzett furatba műanyag könyökcsövet tesznek be, amit a szél irányával szemben állítanak be. Így légmozgás segítségével jut le a leűzőszer hatóanyaga a kaptárba.
nem a kocsi végén található emelőszerkezetre teszik a mésztéritjogokat, hanem külön erre a célra készített raklapra. Ez akkor történik, ha benne a pörgető helységben túl sok a méz. Így nagyobb raklapokra rakják a mézet, és ezt a mézházban bárhol, bármennyi ideig tárolhatják. Jól jön az élő súly a targonca hátuljára. A kép jobb oldalán látható, hogy a méhek kijöttek a kaptárból. A méz a központi telephelyre kerül Vilnorba. Naponta, mint említettem, két teherautó érkezik, mézzel teli fiókokkal megrakva. Az előző filmben láthattuk kézzel történő lepakolást Molnár kocsi segítségével, itt most targoncával pakolják le a mézet. A méz az úgynevezett meleg szobába kerül. E szobában állandóan 35 Celsius fok van. Az egy napig itt tárolt méz a lépekben felmelegszik, és így könnyebben lehet majd kipergetni. Másnap Molnár kocsi segítségével viszik ki a mézet a pörgető helységbe. Gyakorlat és ügyesség kell ennek a mozgatásához, hiszen, mint említettem, 6 teljes langstroth méretű fiók van egy ilyen toronyban. Ennek súlya 200-220 kg is lehet. Legnehezebb fizikai munka a pergetés során. A fiókok erre a görgös asztalra kerülnek. Itt egy munkás eltávolítja alulról, illetve felülről a keretek tetejéről a zugépítményeket. A görgős asztal végén lévő munkás a kereteket a fedelezőgépbe rakja. A fedelezőgép egyszerre két keretről távolítja el a viaszt, alulról is és felülről is. Rendkívül nagy hatásfokkal dolgozik ez a fedelezőgép. Itt nem lettek annak idején megfelelően eligazítva a keretek a méztéri fiókban, így zugépítményt húztak. Ezt eltávolítják, fölöslegesen viaszt ne kerüljön a mézbe. Ha esetleg a szélső keretet a méhek még nem fették le, mint például most, akkor remengedik át a fedelező gépen, fölötte átdobják. A futószalag másik felén a fedelező gépből kikerülő kereteket a pörgetőbe rakják. Ezekbe a pörgetőkbe egyenként 90 keret rakható, változtatható fordulatszámmal, fékelen látott sugaras pörgetők. A méz a pörgető alsó részén kialakított nyíláson középen távozik. A keretek rendkívül szorosan kerülnek egymás mellé. A pörgető rozsdamentes, saváló acélból készültek. Thank you.
A pörgető helységben is heti 6 napon, napi 10 órában dolgoznak, 2-2 és fél hónapon keresztül. Egy átlagos napon 12-13 tonna mézet pörgetnek ki. A kipörgetett kereteket két személy veszi ki a pörgetőből. Július-augusztusban a kipörgetett keretek visszakerülnek a családokhoz, augusztus végén, szeptemberben azonban a téli tárolóba kerülnek. Ekkor a kereteket válogatják, a sötétebb színű petézésre alkalmas kereteket kiveszik, ez majd a fészekbe kerül. Hogy a keretek ne legyenek ragacsosak, a kipörgetett keretekre, mielőtt kiveszik a pörgetőből, egy percig gőzt engednek. Ez a forró gőz a gyorsan forgó keretekre lecsapódik, és eltávolítja a rajtuk lévő méz nagy mennyiségét. Mielőtt a fiókok a tárolókba kerülnek, a fiókokról is lekaparják az zugépítményeket. Itt a fedelező gépből lecsurgó viasszal teli mézet láthatjuk, csiga segítségével kerül a központi tartályba. A pörgetőkből kifolyó méz is ide, ebbe a központi tartályba kerül. A méz teli van apró viaszdarabokkal. Ez nagy teljesítményű szivattyú segítségével csővezetékeken jut a méz viasz elkülönítőbe. Ennek van egy optimális munkateljesítménye. Hiszen ha túl sok méz folyna bele, akkor nem lenne ideje átszűrődni a viaszon, így a forgókés túl sok mézzel teli viaszt vágna le. Ez a forgó szerkezet, amely a vezetékrendszerben található, csak egy bizonyos mennyiségű mézet enged átfolyni, szabályozó mennyiségként működik. Itt a méz viasz elkülönítő. Itt folyik ki alul a szűrt méz. Ez a tiszta szűrt méz ismét szivattyú segítségével vezetékeken keresztül jut a másik helyiségben elhelyezkedő két nagy zöld tartályba. A 160, illetve 240 hektoliteres tartályokból történik a hordók feltöltése. A töltéssel egy időben zajlik a mérlegelés is, hiszen az elektromos digitális kijelzésű mérőberendezést a két tartály közös csapja alatt helyezték el. A két nagy zöld tartályból rendkívül gyorsan lehet megtölteni egy óriási csap segítségével a 300 kilós hordókat. A gyorsabb munka érdekében levegőt nyomnak a nagy tartályokban, így légnyomás segítségével jön ilyen gyorsan a méz. A kívülről hengeres alakú tartály belül csúcsában lefelő néző kúpos kialakítású. Ennek az a célja, hogy a kúpos és hengeres felület közé bejuttatott forró levegő állandóan melegen tartja a mézet. Itt az elektromos mérleg 722 pont, azaz a hordó bruttó súlya, ez 678 pont nettó súlynak felel meg, azaz ebben a hordóban 305 kg méz van. Szeptember 21-én is zajlik még a pörgetés. A hordókat 4 emelet magasságban tárolják.
Még egyszer láthatjuk a hordók töltését. Miután az üres hordót rátették a mérlegre, ráírják a hordó súlyát, majd az összsúlyt, és ebből kiszámolják a nettó súlyt. A két nagy zöld tartályban a kipergetett méz körülbelül 2-3 napig van, attól függően, hogy milyen intenzitással érkezik a pörgető helyiségből a méz. Látvány a magasból a mézzel teli hordó. Dick Rubinak 1994-ben 800 tonna méze lett. Az azonos időben pergetett, így feltételezhetően azonos minőségű mézet próbálják azonos színű hordókba rakni. Csak 4 emelet magasságba rakják a hordókat, hiszen ha magasabbra rakják, folyékony mézet tartalmazó alsó hordó összerogyna. Ezt tapasztalatból tudják. A mézet az év során folyamatosan adja el Dick Ruby. A centrifugából egyszerűen a földre leesett viaszdarabokat, ami látható igen szépen omlik, tehát nem tartalmaz túl sok mézet, beteszik a viaszolvasztóba. A viaszolvasztóban pedig a fajsúly különbségek alapján kifolyik a méz, kifolyik a viasz, illetve a méz. Jobb oldalt látható felforrósodott méz, itt pedig gyönyörű sárga viasz. A sugaras pörgetőbe a sérült, szakadt lépeket nem lehet betenni. Hiába nagy méhészetről van szó, minden csepp mézet meg kell fogni. Ezeket az amúgy nem túl sok, törött kereteket egy direkt erre a célra épített pörgetőbe teszik bele. A kereteket egy kosárba engedik bele, ez a kosár nem engedi kiszakadni sokszor alaktalan, keret nélküli, mézes lépeket. Itt folyik ki a méz. Ennek a pörgetőnek a különlegessége, hogy menet közben állítható a keretek elhelyezkedése. Dörzstárcsás meghajtással működik. Most látható, hogy a keretek egyik oldalát pörgetik ki, de a kar meghúzásával változik a keretek elhelyezkedése. Más irányba húzzuk a kar, a féklép működésbe pörgető megáll. Itt a fogaskerék szerkezet, ami lehetővé teszi a keretek helyzetváltozását forgás közben. A kipörgetett keretek lakrapra kerülnek, ezt egy viaszolvasztásra specializálódott méhészetbe fogják eladni.
háttérben lévő elvirágzott sonkorot ábra jelzi, hogy közeledik a nyár vége. A napraforgó azonban még virágzik. Újabb gyogokat kell feltenni a családokra. A pergetés zajlik a mézházban, két teherautó mézet vesz el, két szerencsés méz ugyanakkor fiókokat helyeznek fel a családokra. Szerencsések, hiszen ez a legkönnyebb munka. Ezeken a telephelyeken már egyszer elvették az összes méztéri fiókot. Két üres fiókot hagytak. Két-három hét alatt telihordták a családok ezeket a fiókokat. Kiemelnek a kedvükért egy keretet, csodálatosan le van fedve. A méhész még megnézi, hogy a lefedetlen részből csöpög-e a méz, van-e friss hordás. Egy nap 20 telephelyre tudja felrakni fiókokat két munkás. A teherautón azonban csak 500 fiók fél fel, ami körülbelül 13 telephelyre elég. És spórolni kell a fiókokkal. Ezt úgy valósítják meg, hogy amelyik családnál fél fiók hely van a méz számára, azt egy hasonló helyzetben lévő családtól elvett fél fiókkal pótolják ki. Ahonnan elvették a fél fiókot, oda felraknak egy üres fiókot. Ahová a félig telt fiókot rakták fel, ott pedig összesen egy fióknyi hely lett, így egy fiókot spóroltak a teherautóról. Az áttett fiókból minden gond nélkül visszarepülnek a méhek. Mint említettem, már keretet sosem emelnek ki, mindig a fiók megemelésével ellenőrzik, mennyi hely van a méz raktározására. Ez például egy félig mézzel telt fiók volt, ezt rárakták egy szintén félig telt fiókkal. Így ennek a családnak itt egy fióknyi hely van. Ide pedig majd raktak egy üres fiókot. Azoknál a családoknál, amelyik több hely van, mint fél fióknyi, oda nem tesznek fel újabb fiókot. Mint például ez a család. Itt is ellenőrzik a fiók súlyát. Ide majd fel kell tenni egy fiókot. A fiókokat egyszerűen csak rádobálják, ráteszik, családokra a kereteket eligazította, majd a tetőt visszahelyezik. A családokon lévő színes, fél rangsor fiókok az anyanevelésben használt párosztatók. Később majd láthatjuk az anyanevelést Texasban. Itt Észak-Dakotában hordatják teli mézzel a párosztatók kis kereteit. Egyébként erről a telephelyről is már elvettek két-három mézes fiókot. A napraforgó elvirágzása után nincsen jelentős hordás, ekkor rendkívül nehezíti a mézkedést a méhek kutatása. Igyekeznek mindent takarni, a méz illatát azonban érzik a méhek. A kutatással kezdődő rablásnak néhány család mindig az áldozatául esik. Erre úgy reagálnak a méhészek, hogy a méhek segítettek munkájukban, hiszen a soron következő családvizsgálat során gyengéket úgyis felszámolták volna. Az erős család pedig megvédi magát a kutatókkal szemben. Szeptember első hetétől a mézelvétel után nem tesznek fel méztéri fiókokat a családokra. A családok egy fiókon, azaz a fészek fiókon maradnak. Tehát miután befejeződött a pergetés, a családok egy fiókos állapotba kerülnek. Szeptember a mély családban az erőteljes összehúzódás időszaka. A fiasítás kevesebb keretre szorítkozik, a méhek mézet hordanak a keretbe a fiasítás fölé.
Az utolsó mézelvételkor nincs idő arra, hogy a családok állapotát ellenőrizzék. Ezért erre most később kerül sor. Főleg élelemkészletét kell ellenőrizni, hiszen az összes méztéri fiókot elvették. Az ellenőrzés során, ha a családok megfelelő erősségűek, berakják a vájus keretetetőt. Szirupot adnak a rászorulóknak. A gyenge vagy anyátlan családokat feloszlatják, lerázzák a méheket az erősebb családok kiárója elé. Érdekességként mutatom, hogy 1993-ban kipróbálták a lépcsőatka elleni védekezésben a hangyasavat. Rendkívül veszélyes szer, erre utal a védőkesztyű és a gázállat használata is. 20 ml-t adtak egy családnak, 3 alkalommal, 6 naponként. A keretek tetejére helyezett itatos papírra spriccelték a hangyasavat. A kezelés végül is nem hozta meg a várt eredményt, ezért nem használják a méhészetben. A 1994-ben a lépcsőatka elleni védekezésben az egyetlen engedélyezett szer a mentolt használták. Remekül látni, ismét fúj az észak-dakotai szél. 1993-ban máshol is kísérleteztek. Itt a Monroe atka elleni házilag készített kartonlapokat rakják be a családokba. A kartonlapokat nem csak vegyszerben, hanem növényi olajban is áztatták. Az olaj lassítja a vegyszer felszívódását. A kísérletezés éve volt a gyógyszerekben, ugyanis ez a módszer sem vezetett eredményre. 1994-ben apisztan csíkokkal védekeztek a varroatka ellen. Érdekességként említem, hogy amikor először itt jártam, 1991-ben még nem volt jelen a varroatka a rubi méhészetben. Elvégezték a családok őszi gyógyszeres kezelését, beállítják őket azonos súlyra. 25 kg az optimális súly. Ha ennél könnyebb a fiók, szirupot adnak, ha nehezebb, mézes keretet vesznek el. Ezzel a 25 kg-mal az a cél, hogy a családoknak csak egy keret méze legyen, annyi, hogy kibírják az utat Texasba. Így a kamion nem lesz túlsúlyos, el tud vinni egyszerre 960 méh családot. Pont, azaz 27 kg ez a család, innen majd mézet fognak elvenni. Az egyik ember méri a családokat, a másik felírja a súlyt a fiókokra. Látottakhoz hasonlóan itt Észak-Dakotában is a kisebb telephelyekről egy központi telephelyre szállítják a méheket, ahol majd a nagy kamionra felpakolják. Ezen a telephelyen 1500 méh család várja az utazást. Október eleje van, ezek a méhek Kaliforniába mennek kölcsönbe. 1995 májusában fognak majd visszajönni Észak-Dakotába. Október végén indul az első szállítmány Texasba. Először a targoncát viszik le, hiszen csak ezzel tudják lepakolni a méheket. A targoncát húzó kis teherautón a mézzel teli pároztatók egy része van.
a 7 emelet magasságra felpakolt teherautón és az utánfutón összesen 652 család található. Baj, probléma nélkül ritkán zajlik le a vándorlás. Ez alkalommal az utánfutó egyik laprugója tört el, túlsúlyos volt az utánfutó. Északon még hűvös van, a méheknek nem probléma az állás. Délebre azonban a szószoros értelmében melegebb a helyzet. Oklahoma államban tört el egy másik rugó, a méheknek nem használt az állás, melegebb volt, kezdtek kijönni a kaptárból, illetve a hálón kezdték megtalálni a lyukakat. Végül is november elejéig mind a 3000 méh család lekerült Texasba. Lassan megérkezik a tél. A légi felvételen látható Észak-Dakota sík fekvése, az egyenes utak, melyek 1600 méterenként metszik egymást. Fákat nem látunk, kivéve a kanyargó folyóvölgy mellett. A sötétebb foltok jelzik a sok elhagyott tanyát, farmot. Itt 60-70 évvel ezelőtt még laktak, termeltek, amikor még kisebb területekkel termeltek a farmerek. A legtöbb méhész telephely ezeken az elhagyott farmokon van. A tél rendkívül hideg, csapadékos és hosszú. Ez az egyik oka annak, hogy a nagy méhészek délen teletetik a méheket. Első filmemben láthattuk, hogy kisebb méhészek azonban helyben telelnek. Minusz 29 Celsius fok a kinti hőmérséklet. Gyakran ilyen hidegben fúj a szél, így a széllel mért hőmérséklet, amit érzünk, minusz 50 fokot is eléri. Ha nem ismertem volna a nyári mélegelőt, nem jöttem volna rá, hogy a méhész mit keresi. A téli munkák közül az egyik legfontosabb a sérült fiokok javítása. Csak a fészek fiokokat kell javítani, ezek vannak kitéve a legnagyobb igénybevételnek. Általában az alsó részük rohadt, illetve a felső részük kiukat kitörik a sok szögeléstől, amikor a szállításkor a tetőket rögzítik. Kezeléskor a feszítgetések miatt gyakran sérülnek ezek a részek is. Először a csapolásból kihúzzák a szögeket. Speciálisan erre a feladatra kialakított célszerszámmal dolgoznak. Ezt és a mellette lévő helyiséget, ahol a fiokokat festik, fűtik, amúgy a mészházat nem. A jó szigeteléssel ellátott mészházban 0-5 Celsius fok a téli hőmérséklet. Az ablakokig felérő hó is szigeteli a mészházat. Miután eltávolították a szögeket, fűrészsel levágják a javítandó részt. Állítani kell a fűrészgépen, mert a fiók rövidebb, illetve hosszabb oldalában különböző méretet kell levágni. Minden fiókból azonos nagyságú darabot vágnak le, így az új rész, amivel majd pótolják, előre nagy mennyiségben lehet szabni. Egyébként új fiókok készítésével nem foglalkoznak, ezt eszközgyártó cégektől rendelik meg. Az új részt faragasztóval bekenik és kisfejű szöggel rögzítik. Amíg nézzük a fiók javítását, érdemes néhány szót szólni, mi történik a méhekkel ebben az időszakban télen. Texasban a tél 8-10 Celsius fok átlag hőmérsékletű. A növények téli nyugalomban vannak. A méhek szorványos kirepülésükkor nektárt nem találnak a természetben. Ezért a legfontosabb munka Texasban a szirup és a virágból pótlószer adagolása. Az anya igaz, hogy vontatottan, de egész télen át fetézik. Magas fehérjetartalmú virágból pótlószer
a keretek tetejére helyezve etetik fel a családokra. Normális, jó anyával rendelkező család gyorsan feléli a betett táplálékot. Addig, míg tavaszra szétosztásra nem kerülnek, egy család a tél folyamán körülbelül 70 pont szirupot kap. Ez a 70%-os szirup átszámolva körülbelül 23 kg cukornak felel meg. A tél folyamán egyetlen méhész látja el a méheket. Amúgy a méhészetben 6 főállású méhész dolgozik. Az amerikai méhészetekre jellemző, hogy 1000 méhcsalád kezelésére jut egy méhész. Pörgetéskor jelentős mennyiségű idénymunkás dolgozik. Az idénymunkás sok az alapóra bérért dolgoznak, ami 1994-ben 4 dollár 25 cent volt. A főállású méhészek 8-9 dollárt kapnak óránként, és prémiumot a megtermelt méz mennyiségétől függően. A prémiumot megérdemlik, hiszen rengeteget évi 3000 dollárt dolgoznak. A méhészet fő árbevétele a méz. Ezen kívül jelentős árbevételi forrás tavasszal a szaporításból származó eladás, méhanyja eladás, a szirup és mézes hordók eladása, a két kamionnal történő fuvarozás, valamint a bölcsök eladása. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy 31 év óta sikeres vállalkozásként működjön a Rubi méhészet. Miközben javítják a kaptár, érdemes figyelni rendkívül egyszerűségét. Abszolút egyszerű, primitív bió tulajdonképpen csak a keretek befogadására szolgál. Egyetlen említésre méltó része a keretek felfüggesztéséhez szolgálóvá. Ezt 20 mm vastag deszkábra alakítják ki, nem 90, hanem 45 fokos bemarással. Ezt a gyenge, sérülékeny részt vékony, alumíniumból, V betű alakúra alakított védővel szerelik fel. Itt tulajdonképpen csak egy élre fekszik fel a keret, ezt a méhek nem tudják leragasztani. Ezért a keretek könnyen kiemelhetőek. Korábban a kezelések során láthatjuk a kaptártetőt is, amely majdnem túlszárnyalja egyszerűségében a kaptárfiókot. A raklap sem egy bonyolult szerkezet. A fantasztikus mélegelő a megfelelő gazdasági környezet mellett az egyszerűség mind az eszközökben, mind a méhészkedésben hozzájárul az amerikai óriás méhészetek létrejöttéhez, hiszen nincsen nagyság egyszerűség nélkül. A kijavított fiókokat lefestik. Előzőleg az asztalos műhelyben fúróképre szerelt dőskoronggal eltávolították az öreg festéket. Az öreg, kijavított fészekfiókokat ezentúl méztéri fiókként fogják használni, ezért festik fehérre. A 94-es évszámot bélyegzik a keretekbe. Ez a kiépítetési évét jelzi. A legfrissebb ajánlások alapján Dick Ruby 400 fiók műlépes keretet kiépítetett. A fészek lépállományát próbál megújítani, ami figyelemre méltó egy amerikai méhésztől. Ugyanis az Egyesült Államokban nem szokás a lépek újítása. 20-30 éves lépekkel dolgoznak. A műlép beszerzési költsége, a keretberakás munkaköltsége, a szirup, illetve mézveszteség az oka. Az újnak a régitől való megkülönböztetését szolgálja az évszám beégetése. Itt egy zöld műanyag műlépes keret. Nem értettem, hogy hogyan tudnak 30 éves lépekkel sikeresen méhészkedni. Itthon egy 1924-ben megjelent szaklapunkban találtam választ. A válasz, a lépépítmény előregedése nem okozza a család vesztét, ha ugyanis a cellák annyira leszűkülnek, hogy az anya nem képes vagy nem hajlandó azokat befetézni, akkor a dolgozók foltokban a közfalig lerágják és megújítják a sejteket. A méztéri fiokokban lévő keretek felső keret léceiről 5 évente lekaparják a viaszt.
Így néz ki a munka elvégeztével. Erre azért van szükség, mert a nyári mézelvételkor a leűzőszer hatásfokát nagyban csökkenti a bezugolt viasz. A lekapart viasz gyönyörű sárga tömbökbe kiolvasztják. Ezeket eladják, a bevétel bőven fedezi a viaszt lekaparó munkások bérét. Kiélezett kaptárszolgával gyorsan halad a munka. A hidegben könnyen jön le a viasz. Télen készítik el azokat a kaptárakat, amelyekben majd tavasszal Texasban szaporítják a méheket. A fiókokban a vályos keretetető, egy mézes és egy virágporos keret, valamint 6 üres, szép petézésre alkalmas keret van. Gázhajtású targoncával rakják fel a kaptárakat a kamionra. Emlékeztetőül ezt a hatalmas szállítmányt láttuk a film elején. Így véget ért egy méhészeti év, Észak-Dakota legnagyobb méhészetében. Búcsúzzunk a dakotai téltől egy érdekességgel. Ez egy raklapa alja. Valószínűleg, hogy a termelési időszakban egy raj nem talált jobb helyet, így a raklapa alját talált, választotta otthonul. Ez tehát egy 5 családos raklap volt, mizet azonban csak 4-től vettek el. A 2 számjegyű 0 fok alatti hőmérsékletben egyelőre jól telel, ha nem valami szerencsés család. Nem szerencsések, hiszen ha jó raklapot választottak volna, már Texasban lehetnének. Dick Ruby Texasban 3 hónapon keresztül foglalkozik anyaneveléssel. 20 Celsius fok van március elején, így az első herék megjelenésével elkezdheti az anyanevelést. Itt a 2 fiókos anyás dajka családokat láthatjuk, ezekkel a Mész voltam Amerikában című film első részében részletesen foglalkoztam. Kérdést kaptam azonban az elfogadó családokról, az express dajkákról és a párosztatokról, ezért bővekben majd most ezt láthatjuk. Az anyátlan túlnyomó rész fiatal méheket tartalmazó elfogadó család a beadott tenyészanyagot, az álcákat csak egy napig gondozza. Utána az álcás pempős bölcsöket átrakják a dajka családokhoz, majd az elfogadó népességet visszarázzák az eredeti családhoz. Az elfogadás ezekben a rózsaszín faládákban zajlik. Most rázzák vissza a népességet az eredeti családjukhoz. A láda alját teljes nagyságban rostaszövet borítja. Az alsó szellőzéstől a felszálló meleg levegő a ládában marad, amire a hűvös éjszakákon szükség is van. Láthattuk most az alján lévő rostaszövetet. A ládában 2 virágporos lép és a vályos keretetető van. A virágpornak a keretben frissnek kell lennie, ezért idővel kicserélik azt. Ez történik most. Keretek vettek ki a családoktól, mielőtt álcáznak bele, egy napra betették tisztogatni. Most egy másik családban ráznak friss, új méheket a ládába. Először megkeresik az anyát, vagy 4-5 keret nyílt fias keretről méheket ráznak le. Minden nap délelőtt végzik ezt a munkát. A méheket körülbelül 2-3 órára magukra hagyják, vagy korai délután rakják be a beálcázott kereteket. A 6 család kitelepítése vagy betelepítése 45 percet vesz igénybe. Egy elfogadó ládához tehát 2 mély család tartozik. Műanyagba préselt bölcső alapba történik az álcázás. Ezt a műbölcsőt nem mártják viaszban. Álcázás előtt egy napig beteszik mély családhoz.
a műanyag bölcs alapokat tenyészlétbe rakják. Egy tenyészléttel 15-20 bölcs alap van. Az álcázást egy fűtött 30 fokos helyiségben végzik. Edényekből párologtatnak, hiszen fontos a levegő magas páratartalma, különösen, mivel előben főzést nem végeztek, így az álca könnyen beszáradhat. Az álcákat száraz, üres bölcsökbe teszik. Nem végeznek létvisszametszést. Egy átlagos napon 800 és 1000 álca áthelyezést végeznek. A megfelelő korú tenyészanyagot petésztető tok használatával érik el. Március első három hetében azonban a nagyszámú bölcső megrendelés miatt napi 1800-2000 álcázást végeznek. Ekkor használják az úgynevezett express dajkákat, amit majd hamarosan láthatunk. Ha egy keretre valót beálcáztak, a tenyészléceket beteszik a tenyészkeretbe, amit két különböző helyre tehetnek. Vagy beteszik a korábban ismertetett elfogadó családokba, és onnan majd az anyás dajkákba, vagy ezeket a tenyészkereteket egyből az express dajkákba teszik. Ez utóbbit láthatjuk most. Ezek az express dajkák tulajdonképpen az elfogadó családokra emlékeztetnek. Nézzük meg, hogy telepítik be az express dajkákat. A dajládákba igyekeznek fiatal méheket gyűjteni a telephelyekről. Szirupos vízzel meglocsolják a méheket, majd beöntik őket a fiókba. Ezeket a duplexeket, azaz iker fiókokkal már ismerjük a családszaporítás témaköréből. Középen elválasztott fiókba két tenyészkeretet fognak betenni. Az elfogadó családokhoz hasonlóan egy express dajkában az etető és két virágporos keret van. A két keret közé teszik be a tenyészkeretet. Sokkal több méhet raknak egy express dajkába, mint egy elfogadó családba. A délelőtt betelepített dajkákba még aznap délután helyezik be a tenyészkeretet. Két bölcsőket kiszedik. Egy bölcsőt kivesznek, és a családban hagyják. Thank you.
vissza, majd feltöltik sziruppal a családokat. A gyomorvész elkerülésére fumidil-B-t tartalmaz a szirup. 3 hét múlva ellenőrzik majd ezeket az express dajkákat, hogy bepárzott be az anyag. Tehát az express dajkák méheit elfogadásra, illetve bölcsőhúzásra csak egyszer használják. Óvatosan lesöprik a méheket tenyészkeretről, a kijáró nyílás elé. Igen magas az elfogadási százalék. Az express dajkáktól nevelt anyák, mint ahogy ezt mondják, hosszabb távra gyengébb minőségűek, mint a két lépcsős módszerrel nevelt anyák. A hosszabb távon azt értik, hogy a két különböző módon nevelt anyákból az évek folyamán gyorsabban csökken a teljesítménye az express dajkásnak. A két anya közti különbség azonban nem mutatkozik meg a nagyüzemi méhészetben, hiszen mielőtt megmutatkozna, leváltják őket. 2 évig viszont mindkét anya teljes intenzitással petézik. Keltető szekrénybe teszik a bölcsőket, 35 Celsius fok van benne. A szükséges páraszintet tálcára helyezett sóoldat biztosítja. A tenyészet kerés előtti bölcsőket vagy értékesítik, vagy szaporított új családokba teszik be, vagy párosztatokba. Most mi az utóbbi változatot kísérjük figyelemmel. A párosztató betelepítéséhez méheket gyűjtenek. Egy másik méhész telephelyén vagyunk, ahol 2 fiókot telepítik a családokat. Dick Ruby innen vásárol méheket. A fiókot ráteszik egy állványra. Ez a méhész is, akár csak a film elején látható dakotai méhész, dél-dakotai méhész műanyag etetőt használ. Kikerül a fiókból 1 kerettel együtt. A többi keretet pedig lerázzák. Visszateszik a keretet és az etetőt. A lerázott méhek, ha nem a rácson keresztül jutnak el a rajládába. Azért, hogy az anyarácson gyorsabban jussanak át a méhek, ütögetik, rázogatják az anyarácsot. Az anyát próbálják kiszűrni. Meg is találták az anyát. A teherautón gyűlnek a méhekkel teli rajládák. Miután kifogták az anyát, az alsó fiókot gyorsan lerázzák. Láthattuk a szűrőn fennakadt anyát. Az anyarácsos, süllyedős verekiszűrőből most már belemorítják a méheket a rajládába. Visszapakolják az alaposan lerázott családot. Közben ott a háttérben a másik méhész is megtalálta az anyát. Gyorsan halad a munka. 72 darab 2 fiókon lévő családot 3 ember 2 óra alatt végzett el. Thank you.
Leszedik a szűrőt, majd a beseprőgaratot. A méheket beleöntik egy vödörbe. Ebbe pontosan 5 kg méh fér. Ennyi méhet tesznek egy rajládába. Jól megpumpozzák a vödröt. A besöprő garat nyílása túlnyúlik a rajládában, ezért a méhek nem tudnak visszafelé jönni. Miután megérkezik a rakomány Dikrumi telephelyére, szirupot kapnak négyfékes üvegből. Ezen a napon 100 kg méhet ráztak le. Másnap betelepítik a pároztatókat. Fél langstroth fiókot négy felé osztottak. Szirupos vízzel meglocsolt méheket merőkanállal osztják szét. Kaptárszolgával eligazgatják a méheket, hiszen egy keret még bekerül oda. A pároztató kiáró nyílása csukva van. Miután betelepítették a méheket, kelés előtti bölcsőt raknak be. Itt a műanyag, bölcső alapon a bölcső. Kevés szirupot is adnak. Két napig tartják lezárva a pároztatókat. A keltető szekrényből kikerült kelés előtti bölcsöket könnyű kiszedni a tenyészlétről. Mielőtt a rongyokkal bélelt hordozóládába rakják, a lámpa fénye alatt ellenőrzik, normális-e a bölcső. Miután betelepítették a pároztatókat, két nap múlva kinyitják a kijárójukat, majd 10-14 napig békén hagyják. Összesen 1500 darab pároztató van itt az erdőben.
hallgathatókkal. Direkt húzatták ki a méhekkel, ezért adtak szirupot is, hiszen fontosnak tartják, hogy a kis család ezen a kis lépen építés közben jobban egységé érjen. Próbálják akkor indítani a családok ellenőrzését, párosztok ellenőrzését, amikor az anya telipertézzen legalább egy lépet. A műanyag anyazárka csak kiáros rendszerű. Anyásításkor egyszerűen lépek közébe nyomják. A zárkázott anyákat, ha nem kerülnek egyből értékesítésre, keretekbe rakva családokat teszik be dajkáláshoz. A műanyag anyazárkákba szirupból és porcukorból készült lepényt raknak. A zárkába az anyával kísérő méheket sohasem tesznek. Szállításkor egy műanyag dobozba 20 anyazárkát tesznek, és erre ráznak rá kísérő méheket. Tehát a kísérő méhek kívülről etetik az anyákat. Azon a kis lyukon engedik majd be az anyát. Miután elvették a párzott anyát, másnap kelés előtti bölcsővel újra anyásítanak. Gyorsan végzik a munkát, különösen hűvös időben, nehogy megfázzon a bölcső. Hogy a legtöbb kis családban van egy keretfiasítás. A bölcsőt mindig a fias keret felső részére teszik. A családok fiasítását mindig próbálják átlagolni. Ha valamelyikben esetleg nem volt fiasítás, akkor áttesznek onnan, ahol kettő volt. Az élelemkészlettől függően
szirupot adnak. Összesen 4-szer tesznek kerés előtti bölcsőt egy pároztatóba. A texasi telephely egy csodálatos fenyőerdőben van. Itt is van egy, az északitól kisebb mészház. Azért, hogy az anyanevelést ne zavarják, nehezítsék a kutató méhek, hordokban higított szirupot tesznek ki szabadba. Ez leköti a méheket. Egy átlagos idényben február közepétől április végéig tart az anyanevelés. Ez idő alatt körülbelül 5000 darab párzott anyát és 15000 darab bölcsöt állítanak elő. Lehetőségem nyílt, hogy az Iowa államban lévő, a helyi indiánokról elnevezett Sioux Méztársaságot meglátogassam. Sőt, külön igazgatói engedéllyel filmezhettem is egy kicsit, és ezt bemutathatom filmemben. A töltőüzemtől nem messze lévő raktárban vagyunk. Itt tárolják azt a mézet, amit nem dolgoztak fel közvetlenül. 5, illetve 4 emelet magasságba rakják a hordos mézet. A kamionból targoncákkal pakolják ki a mézet. Egy kamionrakomány 65-70 hordóból áll. Szúrópróbaszerűen 3 hordóból mintát vesznek. Ott helyben ellenőrzik a méz víztartalmát. Mivel pörgetés idényben vagyunk, a méz még nem kristályosodott be, könnyű mintát venni. Hiszen, mint említettem, a somkorró méz könnyen kristályosodik. Itt végzik az ellenőrzést. Emlékszem, ennek a méznek 17%-os volt a víztartalma, 18,6% az elfogadási arány. Ha ennél magasabb a víztartalom, nem veszik át a mézet. Az üvegben lévő minta a laborba került további vizsgálatok céljából. Itt egy pillanatra elkalandozunk a raktárból. A rubi méhészetben a bekristályosodott mézből így vesznek mintát. Fúrógép segítségével nyomják a mézbe a mintavevők. Kiképzésű mintavevő. Visszatértünk a jobb államba, most már a mézüzemben vagyunk. Ezeket a hordos mézeket fogják hamarosan feldolgozni. Innen indul a méz az útjára, és ide érkeznek vissza az üres hordók is. Mielőtt visszakerül a mészekhez, ebben az automata mosóban kitisztítják. A hordos méz a melegítőkbe kerül. Ezekbe a most kinyitott állapotú melegítőkbe fejjel lefelé teszik be a hordókat. A méz csöveken keresztül jut a homogenizáló, tisztító berendezésekbe.
Nehéz kiismerni magát az embernek a csövek, szivattyúk, tartályok sokasága között. Itt a kisebb élelmiszergyártó cégeknek ipari mézet töltenek vödrökbe. A fehér munkaruha és a hajháló viselete kötelező. Ezen a gépsoron töltik a mézes mackókat. A világ legnagyobb méztöltő cégét, a Su Méztársaságot 1921-ben 440 méhész alapította. Évente kb. 20 000 tonna mézet adnak el kiszerelve. Két töltőgépsor közül a belső, tőlünk távolabbi működött, így kissé takarva láthatjuk a töltési folyamatot. Itt címkével látják el az üvegeket. Gép által hajtogatott kartondobozokba kerülnek az üvegek, vagy egy felső szállítópálya segítségével jutnak a raktárba. Felső szállítópályán érkeznek a dobozok, automatikusan raklapra kerülnek. Itt egy kamion belső raktere, az év során folyamatosan szállítják el a készárut. Befejezésül madár